A Majosi SE ellen aratott 3-0-es sikert követően hazai környezetben lépett pályára a Dunajváros Pase labdarúgó csapata, amely a hatodik helyezett Monorgárdáját látta vendégül. Labdarúgóink hatékony, magabiztos játékot mutattak be, és az ötödik percben Szepesi bravúros, szöglet utáni fejesével meg is szerezték a vezetést. Nem könnyítette meg a csapatok helyzetét a csúszós talaj sem, de így is bőven akadt dolga a hálóőröknek, akik több bravúrt bemutatva őrizték kapujukat az első 20 percben. A 36. percben nagy esélyt kapott együttesünk, mert Dorogi szólt ki jogos 11-est, amit Szepesi könyörtelenül be is vágott a bal sarokba, megduplázva ezzel a Dépas előnyét. A fordulást követően a Monor erősen kezdett, és a csereként beállt Nicsenko révén már az 55. percben szépíteni tudott az álláson. A 62. percben egy kakaskodás után Báló Tamást kiállította a játékvezető, így emberhátrányba került Jakabelek alakulata. A fölénnyel sajnos hamar élni is tudott a monori egylet, Maka pontos fejesével kiegyenítettek a 69. percben. A véghajrában már nem született több gól, így egy-egy ponttal gazdagodott mindkét együttes. Jakabelek vezetőedző értékelte a mérkőzést. Mindenképpen fáj az elveszített két pont, én így látom. Annál is inkább, mert 2-0-ra vezettünk, és helyzeteink voltak. Én a fél időben figyelmeztettem a csapatot, hogy a 2-0-as eredmény az veszélyes. Sajnos igazam lett, és ugye azért benne volt a mi fegyelmezetlenségünk is abban, hogy ilyen eredmény született. A vezetőedző elmondta a véleményét a kiállításról is. Azért a kiállítás mellett én nem mennék el ilyen szótlanul. Ez fegyelmezetlenség. Egy rutinos játékosnak nem szabad ilyen fegyelmezetlenséget elkövetnie. Még akkor is, ha valóban az első durva szabálytalanságot az ellenfél követte el, amit a játékvezető szerintem nem vett észre, mert olyan pozícióban volt. Ettől függetlenül még egyszer mondom, nem szabad ilyen mozdulatokat megtenni, ami miatt a játékvezető kiállította a védőnket. Ugyanakkor ugye ez, amikor létszám hátrányban vagy, akkor teljesen más játékot kell játszanod. Erős Károly, a Monor vezetőedzője kiemelte, a második félidő előtt elmondta csapatának, érzi azt, hogy a második játék részben javíthatnak. Ugye sajnos pontrugásban megint ugye azért azt köztudott, hogy a Szepesi jó fejelő, ugye ráadásul nem is haragudhatok a védőmre, mert csak tényleg az az egy ütemmel, amivel megelőzte. Ugye hátrányba kerültünk, aztán egy buta 11-es, ami ősszel jellemző volt ránk, hogy többször is ilyen hibát elkövettünk, hogy azért az egy elég komoly hátrány lett, de én azt mondtam a fél időben, hogy érezzem a csapaton azt, hogy megvan a futball, és ez hál' Istennek a második fél időben jött is értelemszerűen, hogy az a kiállítás azért az kellett, hogy a játékunk az még gördülékenyebb legyen. A Monor elleni döntetlen után labdarúgóink a Dabas együttesével mérkőznek majd meg április 25-én idegenben délután 5 órától.